A Dunai Város Online-on hétről hétre nyomon követhetik az érdeklődők településünk sportéletének legfontosabb híreit. Zajlik az élet a birkózóknál is. Kis Károly edzőt kérdeztük Pup Viktória és Nyikos Veronika idei szerepléseiről és a felkészülésükről, valamint a legfontosabb célokról is. Kezdeném a Pup Vikivel, ő ugye másodéves karet, eddig hozta mind a két válogatóját magabiztos birkózással. Jövő hétvégén lesz a magyar bajnokság. Papírforma szerint azt is hozni kellene neki. A válogatottság úgy gondolom, hogy már megvan, tehát az elsődleges cél az Európa-bajnokság, és hát attól függően, hogy ott hogy szerepel, nyilván a világbajnokság. A Veránál ő hozta a U23-as válogatót, most a hétvégén egy picit megcsúszott, nem volt olyan nagyon jó formában, de ezt szerintem a válogatottságát nem fogja befolyásolni. Juniorban ugyanúgy válogatott, ahogy tavaly is, tavaly előtt is. Elsősorban ez az ő korosztálya, nyilván a korosztályos világbajnokság, illetve az Európa bajnoksága cél, és a minél jobb szereplés. Az utánpótlást illetően az edző rendkívül büszke arra, hogy nagyon jó kapcsolatot ápolnak a helyi oktatási intézményekkel, és hétről hétre szép létszámmal tudnak együtt dolgozni. A fiatal tehetségeknek pedig minden lehetőségük megvan ahhoz, hogy ők legyenek a következő Viktóriák vagy Veronikák a sportágban. Örömmel mondhatom, hogy panaszra jelenleg nincs okunk. Jönnek a gyerekek, a diákkorcsoportban 20-25-30 fő, aki bejön a terembe hetente 3-4-szer, illetve az előkészítős korcsoportban is egy 15-20 fő van, ami azt jelenti, hogy csak elsős és másodikos gyerekek, ami úgy gondolom, hogy egész biztató a jövőre tekintve, és ez a létszám csak bővülhet, mivel a Petőfi Általános Iskolából és a Vasváriból is jönnek be gyerekek, illetve az itteni óvis előkészítősökből is jönnek ebbe a csoportba. Úgyhogy én bizakodó vagyok. És a végre néhány örömhír az érintettek számára. A szakosztály ismét szervez nyári tábort. Az első turnus a tervek szerint június végén indul, és a szokott módon napközis jellegű lesz, délelőtt edzéssel, délután pedig szórakozással. Augusztusban pedig bentlakásos tábort terveznek, de azt már Nagykőrösön. Napközis tábort tervezünk, mivel egy kicsit hosszabb az iskola. Június utolsó hetébe, az egész hetébe lesz ismét napközis tábor, ugyanolyan, mint a tavalyi délelőtti edzésekkel, délután szabadidős programokkal, fürdőszal, kisziget, mozi a gyerekeknek, számháború. Tehát ne csak az edzésről szóljon a tábor, hanem egy kis szórakozásról is, és augusztusban szintén szeretnénk egy tábort, július végén, augusztus elejére egyet, azt már nem itt, hanem ha minden jól sikerül, akkor Nagykőrösre szeretnénk elvinni a gyerekeket egy egyhetes tábor, egy ottlakásosra, mégiscsak lassan kezdenek felnőni, ha bandázzanak, érezzék jól magukat. Tehát ez a nyári terv, és nemzetközi tábort is tervezünk, Németországból jön egy testvérklub, hogy így fogalmazzak, ők is jönnek egy közepes létszámmal, egy 10-12 fővel. Úgyhogy zajlani fog az élet itt nyáron is. A birkózók számára is mozgalmas lesz a 2024-es esztendő. Szerencsére többekért is szoríthatunk. Hajrá DKSE és hajrá Dunaújváros!